A kemény tél nem kímélte városunk játszótereit sem, így az enyhébb idő beálltával alig találni olyan elemet, amelyen nem okozott kárt a hosszantartó fagy és hó, nem beszélve a vandalizmusról. Az esztétikai hiányosságok mellett a játszóterek biztonságossága is gyengült, hisz a helyenként fából készült elemek némelyike annyira rossz állapotba került, hogy az már veszélyezteti a gyerekek testi épségét is. A polgármester hivatal városgazdálkodási osztálya nem sokára terepszemlét tart arról, hogy hol mit kell megjavítani, cserélni vagy éppen pótolni. Ülkei Zoltán, az osztály vezetője azt mondta, az idei tervekben egyelőre nem szerepel nagyobb volumenű beruházás, csak a szükséges tennivalókra futja. A polgármesteri hivatal illetékese elmondta, hogy a játszóterek felmérése március 15-e után kezdődik, és áprilisban valamennyi játszóteret rendbe tesznek a városban. Idén 7. éve annak, hogy teljesen felújították a sétatéri nagy játszóteret, azóta minden évben kisebb-nagyobb javításokat eszközölnek rajta. Ezúttal is sok lesz a teendő. A hinták nagy része ugyanis le van szakadva, a libikókákról hiányoznak az ülőkék és fogantyúk, de a teret körülvevő kerítés is megvan rongálva helyenként. Nem beszélve a rengeteg szemétről, melyet a gyerekekre felügyelő szülők, nagyszülők sem néznek jó szemmel. Teli van szeméttel, a hinták el vannak romolva, nem is egy, hanem több. Amúgy egyéb elég jó állapotban van, de nem szabadna ennyi szemét legyen. Ha a szemetet szedi össze a gyerek, ugye abból kaphat bármilyen betegséget. Székelyudvarhelyen közel 30 köztéri játszótér van, kisebb-nagyobb felújításra mindenik esetében szükség lesz. Hogy rendbetételükre mennyit kell elkölteni, az a feltérképezést követően, illetve a munkavégzés közbeni anyag szükséglet során derül ki, mondta a D3 híreknek Ülkei Zoltán, a városgazdálkodási osztályvezetője.